A magyar kanizsai Csubriló Zoltán 5 éve foglalkozik méhészkedéssel, folyamatosan fejleszti kaptárait és a méhcsaládok számát is gyarapítja. A múlt heti egyik látogatása alkalmával vette észre, hogy 2 méhcsalád is hiányzik az állományból. Betörtek a méhesbe, átvágva a kerítést és az éleple alatt elvittek a méheimből. Észrevettem szerintem rögtön, tehát nappal már felfedeztem a betörés nyomait, rendőrséget értesítettem, a feljelentés megtörtént. A nyomozás érdekében most erről többet nem tudok elárulni, de folyamatban van a nyomozás, hogy a tetteseket végre kapják, akik véleményem szerint szakmabeliek voltak. Az anyagi kár jelentős, hiszen ilyenkor több szempontot is figyelembe vesznek. Általában azt mérik fel, hogy mennyibe kerül ugye egy méhcsalád, mennyibe kerülnek a kaptárak, az eszközök hozzá, mennyi a mézvesztesség, mennyi a befektetett munka, a szaporítás lehetősége, esetleg a támogatási lehetőségektől való elesés. Ezek körülbelül olyan 1000 eurós mértéket képviselnek egy-egy kaptár esetében. A község területén egyébként gyakoriak a méhcsalád, illetve a kaptárlopások, de kevés esetben találják meg a tetteseket.